a második vonaton megy a Kumbéla, 50 millió svájci frank értéket visz magával. Ha a Kumbélát Lenin küldte volna, mint ahogy nekünk tanították, akkor a Kumbéla nem vihette volna ezt a pénzt Bécsbe, hanem ez bizony Moszkvába kellett volna. De a 133 nap alatt tessék megvizsgálni, ne elhinni, hanem utána nézni. Honnan kapott Kumbéla több utasítást? Moszkvából vagy Párizsból? És ez eldönti, hogy kinek az ügynöke volt Kumbéla. Kumbéla az Antant által ideküldött kommunista ügynök volt, amire hivatkozva aztán Trianonba azt mondták, hogy Magyarországot szét kell darabolni, mert nem lehet eltűrni Európa közel egy kommunista országot. Hát ez volt a céljuk, hogy ez ki legyen mondva, a másik cél pedig az volt, hogy a 600 magyar, köztük 44 zsidó is meg lett gyilkolva az ország területén, hogy amikor a darabolás hírét megtudja a magyar középosztály, ne merjen megszólalni, hogy tiltakozunk ellene, mert jobban féljen a szomszéd szobában lévő Kumbélától, mint az Antantól, amelyik darabolja a hazánkat. Tehát ki volt ez számítva elég pontosan, ennek vagyunk az áldozatai, de menjünk rajta végig, napról napra érjük tetten, tárjuk a világ elé, és ne féljünk a világ szerében mondani, hogy ez az alacsony rendű magyar árulás oka annak, hogy ma nincs Európa, mert nincs Magyarország. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen. Szépen, és a következő alkalommal majd arról kérdezzük Sanyi bátyánkat, hogy volt-e rendszerváltás.